Szanyi Tiborral, az MSZP országgyűlési képviselőjével folytatjuk a műsort. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Én azt mondtam a híradó végén azért, mint hogy egymaga akarja megállítani a békemenetet, ami nyilván politikus túlzás, másfelől meg azért valami igazság ebben most van, rendesen nekik ment. Nem ők voltak itt igazából a célpont, csak mi borzalmas mértékig kifogásoltuk, hogy a kormány ilyen látszat tárgyalásokat próbál tök illetéktelen népekkel kezdeményezni a devizahiteles problémát. De ki illetékes? Hát ott is lehetnek devizahitelesek a békemenet soraiban. Sőt, hát biztos vannak is. Jó, hát ezek alapján a WC-s néniknél is van. Nyilván, ott is hát van, a WC-s nénik szövetségével is rögtön el kell kezdeni. Tehát mi inkább azt javasoltuk, hogy hát ugye a devizahitelesek többnyire olyan cégek nyomtatványaiban vannak eladósítva, mint mondjuk a Svájci Nemzeti Bank, vagy az Európai Központi Bank, tehát mondjuk bankjegyekre gondolván itt nyomtatvány címszavalat. Hát ezekkel kéne tárgyalni. Velük mit lehet elérni? És ez most igazán is komolyan azóta azon gondolkozom, de most itt az alkalom, hogy megkérdezem, hogy mit akarnánk tőlük. Tehát mit mondjon a Svájci Nemzeti Bank, hogy jó, nektek rengeteg ilyen adósságotok van, svájci frankban kéne visszafizetnetek, de akkor mi most megszüntetjük a svájci frankot és vissza se kell fizetni, vagy mit kéne mondaniuk? Nem, mi köze a Svájci Nemzeti Banknak a mi adósságunkhoz? Rengeteg. Hát, neki előbb-utóbb visszajön az a pénz, amit kihelyezett. Persze, csak nem mindegy milyen körülmények között. Mondjuk a lengyelek esetében ott az volt a megállapodás, hogy a Svájci Nemzeti Bank állandó jelleggel és stabilan biztosítja a kellő mennyiségű készpénzellátást, még az utcai váltóknak is. Ami azt jelentette náluk, hogy egyrészt mérséklődött ugye a svájci frank iránti, hogy mondjam, kereslet, hogyha bőség van a piacon, ugye az viszi le egy kicsit az árfolyamot, nem sokat, kicsit. De nálunk ez mit segítene? Moment. És ez a nagy különbség egyébként a lengyel és a magyar állapotok között. Lengyelországban én elmentem az utcai pénzváltónál, sokkal jobb árfolyamon vettem svájci frankot, mint hogy a bank adná azt nekem, és szépen ezzel fizettem vissza. Ez csak 10%-ot, hogyha jelent mondjuk. Ez hát most egy ötlet is? Nem ötlet, ez csak devizahitelesek, hogy a lengyelek mit csináltak. Pénzük, akkor menjenek Lengyelországba váltani? Nem. Én azt mondtam, hogy nem. Magyarországon, ne, hogyha van svájci frankom, akkor sem tudom frankba visszafizetni a hitelt. Ez egyébként így van. Na, hát erről van szó, hát ilyeneket kellene áttárgyalni, megoldani. Én azt gondolom, hogyha ez csak 10%-ot jelent valakinek, hát azért az szerintem tetemes tud már lenni, főleg hosszú távon. Van azért itt mozgástér, ezen felül pedig még én most nem vagyok banki szakember, de biztos vagyok benne, hogyha mondjuk a Magyar Nemzeti Bank, illetve ezek a említett központi bankok összeülnek, azért tudnak olyan megoldásokat kitalálni, amivel óhatatlanul, vagy nem óhatatlanul, hanem tudatosan lehet mérsékelni a visszafizetési terheket. De most ez nem a békemenet. Tisztázunk most. A békemenet, most én humorosan próbáltam mondani, most mit fog csinálni a békemenet? Legyalogolja a devizahiteleket? Vagy mi a hát az azért a hosszú út lenne. Ugye nem is a békemenet, hát a CÖF, amelyik a békemenetet, a civil összefogás fórum, amely a békemenetet szervezi, velük van vitában most. Nem vagyok vitában, hát tehát kiterjük őket a francba, hát mert igen. Nagy képviselők össze-vissza, hogy ők aztán mit tudom, hogy mindenből, most bocsánat, egy gyalogló társaság most mindenhezért, hogy a fenébe van ez. Szóval én nem látom mögöttük se a szakértői apparát, hogy annyit látok, hogy mint 1957. május 1-én, hogy Kádár János kivezényelte a fél országot a Hősök terére, hát ezek is így ilyen megfélemlített köztisztviselők hadait kergetik az utcára, aztán az első sorban megy három. Mert a békemenet megfélemlített köztisztviselők? Hát zömmel. Hát meg vannak benne 5000 forintos napi díjasok, meg mit tudom, minden fene. Szóval ez nem. De ez most azt mondja, hogy nincsenek olyanok köztük, akik hitből, szeretetből. Biztos vannak Orbán köztük. Viktor, biztos vannak. Reményekből. Jó, de nem erről szól ez a szervezet. Hát most bocsánat. Ez arról szól, hogy a hatalom megpróbálja demonstrálni, hogy ő aztán mekkora hatása van a népekre. Még aztán minden diktátor ki szokott tudni vezényelni 3-4-500 ezer embert az utcára egy ekkora horderejű ország. Magyarország legutoljára Ceausescu volt ilyen, aki 1 millió embert vezényelt a egyetem tére, hát pehjére megpucsolták. Nem erős analógia Ceausescu és Orbán Viktor? Hát piszkosul nem. Hát bocsánat, hát Ceausescu csinált sokkal külön dolgokat, megmondta a szabadságjogokat, elnyomás alatt tartott rettegésbe, terrorba, stb. Hát ez ugyanez megcsinálja Orbán Viktor. Ő falujában is volt stadion, ez igaz? Hát na, akkor tessék még ez is. De azért azt gondolom, hogy nagy a különbség. Viszont a civil összefogás fórum, illetve a békemenet annyiból e tekintetben legitim, hogy rengeteg véleményt összetudhatnak gyűjteni ők is. Miért rosszabb vélemények azok, mint bárki másé? Most ezen az alapon tényleg a bélyeggyűjtőkkel. Jó, de szóval... Varga Mihály őket választott. Miért nem a bankszövetséget választotta elsőként, akik majd egyszer tényleg leülnek tárgyalni, vagy ki tudja, hogy tárgyalnak-e? Hát volt egy komoly tárgyalás velük is, igen. Azt mondja, hogy Járai Zsigmond a felelős igazából
a devizahitelek elszabadulásáért, meg azt is írta a Varga Mihálynak szánt nyílt levelében, hogy igazából azt kéne megvizsgálni, hogy 2001-ben Orbán Viktor és kormánya miért tette lehetővé a devizahitelek felvételét. De hát azért egy nagyon hosszú folyamat, tehát másképp nézett ez ki 2001-2002-ben, másképp mondjuk 2005-2006-ban, és másnak látszik ma. Hát igen, mint minden, mindig egy gyerek is tök másnak látszik a születésekor, meg másnak látszik 20 éves korában, ugye? Na, tehát, milyen aranyos, amikor megszületik. Ugye, ugye. Na, hát ez is nagyon aranyos devizahitel volt. Itt tulajdonképpen, itt most azért legyünk korrektek, az, hogy kialakult egy adott szituáció most 2013-ban a devizahitelesek környékén, ez azért, hogy mondjam, nagyon, ahogy ő is mondja, nagyon szép fejlődés történeten ment keresztül. Egy időben ez kifejezetten előnyös volt a hitelt felvevő. És ebben látja Járai Zsigmond felelősségét, hogy magyar nem tudom. Járai Zsigmondnak ott van a felelősség, pontosan. Hát 11-2-3 százalékon tartotta Járai Zsigmond a forint kamatokat elég sokáig, plusz erre még rájöttek az 5-6 százalék a kereskedelmi banki kamatok, meg még országkockázati felár, szóval nagyon sok minden. Magyarul olyan ordító volt a különbség, hogy a bankokban, hogyha bement valaki, rögtön azzal kezdte a banktisztviselő, hogy felejtsen ezeket a forintot, ez iszonyat, vállalhatatlan. És tényleg, emberek azzal a tudattal vettek fel a hiteleket, hogy oké, a forint hitel kamatát azt nem tudnám vállalni, de a devizahitelét igen. És itt nyilvánvalóan, hogy a főleg hosszú távon a csoda gondolta volna, hogy föl fog robbanni a valutáknak az árfolyama, mindenki abban bízott, hogyha van egy stabil gazdasági fejlődés, akkor az árfolyamok is nagyjából stabilak tudnak lenni, akár hosszú távon. Tehát ez nem volt egy valótlan várakozás. Ezzel együtt, mielőtt itt utcára mennénk, mert tényleg az van, hogy aki mondjuk 2003-ban vett föl devizahitelt, és 2008-ban már vissza is fizette, mondjuk egy autó esetében, az kifejezetten jó járt. Tehát ez nem így működik, hogy ez minden devizahitel rossz. A hosszú távú devizahitelekkel van a baj, akik lakás célú. Hát a 20-30 évesekkel. Hát igen, igen, de azért azt is szeretném mondani, hogy beszélhetünk arról, hogy ez 100, 200, 300, 400 ezer családot érint. Mondjuk ezek között vannak egészen tragikus esetek, és őket kéne igazából fölemelni. De igazából őket nem lehet, hiszen a legtöbb esetben nem. Pont az a probléma, hogy teljesen fizetésképtelen. Dehogy nem, mert most csak mondok valamit, tehát nem ócsát kellett volna építeni, ócsából több ezer lakótelep, üresen tátongó kis lakótelepi lakást is lehetett volna venni, amit az bérbe lehet ezeknek a szerencsétlenek. Millió megoldás van. Az semmiképpen nem megoldás, hogy azokat kimentették rögtön az elején, akik így mellénzsebből elő tudták rántani a 20-30-40 millió forintokat, mert ugye ők csak azért vettek fel devizahitelt, mert a forintjukat betették forintkamatra, és fölvették a devizahitelt. Ilyenek is, ezeket mind megmentette Orbán Viktor. Hozzáteszem, a fideszes képviselők döntő többsége ilyen volt, Kósa Lajos, valami 40 vagy 50 millió forintos devizahitelt tolt maga előtt. Hát, bocsánat, honnan a fenéből rántott elő 40-50 milliót? Na mindegy, ez egy részletkérdés. Erre nem fogok tudni válaszolni. És csak azt mondom, hogy ezeket mentette meg Orbán Viktor. Azokat, akik a havi 10-20-30-40-50 ezer forintos plusz teherrel küszködnek a devizahitel, azoknak semmit nem csinált. Viszont, és még ennyit hadd mondjak, azért súlyozni is tudni kell. Ez a devizahitel, ez csak egy probléma. Azért lássuk be, hogy csak mondjuk rokkantak, sokkal többen vannak, akiktől az Orbán Viktor sokkal-sokkal többet vett el, mint amennyi a devizahitelesek problémája. Nyilván szóval ezeket mind meg kell oldani, de hát ez mind... Na most ez nem a cöf. Tehát jó, Csizmadia Lászlóval elüvöltöznek egymással írásban, hát dehogy nem, te kedves Bohóc kapitány úr írja önnek Csizmadia László. Tehát ez egy nagyon, hogy mondjam... Nem túl emelkedő stílusú levelezés, ami itt zajlik, de ez nem mond meg semmit. Az MSZP-nek van megoldása arra, hogy mit kéne csinálni? Mert abszolút, azt mondja abszolút. Varga Mihálynak, hogy üljenek le önökkel. Minek? Először is föltettünk 7 olyan kulcskérdést, amire azt gondoljuk, hogy ha ezeket megválaszoljuk, akkor onnantól kezdve egy kicsit normálisabban lehet vinni ezeket a dolgokat. Hát ezek közül megoldó... az egyik, hogy Orbán Viktorék miért engedték 2000-ébe. Szerintem ez most egy devizahitelesnek pont mindegy. A devizahitelesnek lehet, hogy mindegy, csak éppen a tárgyalásoknak az a magyarul, hogy ne menjünk oda a tárgyalásokba, hogy én vagyok a hibás, te vagy a hibás, bi-bi-bi-bi-bi. Itt van egy probléma, amit meg kell oldani. Tehát erre figyelmeztettük Járai Zsigmondot, egyfolytában itt elmúlt 8 év neveznek nem tudom micsoda, miközben ebből az úgynevezett elmúlt 8 évből mennyit is, 5-öt Járai Zsigmond volt a jegybank elnök. Szóval van itt borzalmas nagy keveredés, a mi megoldó képletünknek egyébként most nem fogom elmondani nek minden ágát bogát, de az igazságosság van a központjában. Tehát igenis darabra, típusra meg lehet nézni utólag vissza, ki mikor vette föl, hány évre, mekkora összeget, mi a törlesztő részlet, mi a jövedelmi, minden akár darabra végig követhető. És
ezek után lehet kitalálni okos megoldásokat. Olyat nem lehet, és ezt mondtuk egyébként Varga Mihálynak is, hogy azt mondja, hogy a szabad felhasználás a hitelek az annyi, az kész, azzal nem foglalkozik. Mint hogy ezek spekulások lennének, hát egy csodát. Hát rengetegen voltak, fiatalok főleg, vagy úgy is mondhatnám alacsony jövedelmiek, akik összedobták fedezetként papa, mama, nagybácsi házát, mert nekik nem volt egy darab sem, hogy építsenek egy plusz szobát mondjuk a szülői ház mellé. Na most ezek voltak tipikusan a szabad. Ezek az igazán segítségre szorulók. Már ezeket kilökni. Hogy most őket is majd esetleg, most ne, éppen ma itt tartunk. Ezt mondom, hogy rendszerezni kell a dolgokat, nincs két egyforma devizahitel, és a többi, és a többi. Ez a dolog, ez nyilván elmegy még a következő választásokig, mert azt mindenki elmondja, a bankszövetség, a kormányzat is, ez nem egy kéthetes, két hónapos történet, amiben most belevágnak. Az is szerkesztő, nyilván ha megnyerik a választásokat 2014-ben, ez a dolog ez az önök nyakába is hullik. Készek arra, hogy ezt jövő nyáron megoldják? Hát muszáj, hát 3 éve nem csinált semmit a kormány, még egyszer mondom, pár ezer dúsgazdag embert kijeresztett. Hát azért sokan voltak, nem pár ezeren. A hírek szerint hát, 200 ezeren túl vannak rajta. Na. Ez azért messze nem így van, de ettől függetlenül azt mondom, aki elő tudta rántani a tartozását zsebből, azokat megmentették. Hát pont azokat, akiket nem kellett volna. Tehát, és azok, akik meg gyakorlatilag elvesztették a teljes vagyonukat, és hadd ne mondjam végig, hogy milyen kávár. De azt megmeri ígérni, hogy önök mentővet tudnak nekik nyújtani? Hát, hogyha jövő nyáron ez még probléma? Márpedig valószínűleg az. Ez nem így működik, velük együttműködve lehet ezt az egész problémát megoldani, meg a bankokkal együttműködve. Rengeteg olyan javaslat van, és például, hogyha most csak azt mondom, és ez benne van az MSZP képviselőben, hogy tegyük lehetővé, hogy minden ügyfél a bankkal újra tárgyalhassa a hitelét. Ebben nagyon nagy tartalék van egyébként, és nem egyféle megoldással fogják újra tárgyalni a hiteleket, kinek milyen a teherviselő képessége. Meg azért van egy pár olyan probléma, ami a szociáliságon jelentkezik, az gyerekes családok kerültek utcára, hát ezeket így vagy úgy mindenképpen meg kell oldani. Hát erre lenne jó megoldás a magáncsőd, a KDNP. Például, na de ezeket mind nem csinálta meg a Fidesz 3 év alatt. A szája járt, visszafele mutogatott, miközben, bocsánat, és ezt is föltettük egyébként Varga Mihálynak kérdésként, hogy aztán ez miért nem volt akkor a társadalmi probléma 2010 előtt? Hát nyilván azért, mert ők robbantották fel az árfolyamokat, a kamatokat, az egész hóbelavancot ők huszálták. Igen, ezt meg emlékszünk, azt most Kósa Lajos nyakába varja, valóban ő szólalt akkor meg, de nyilván ez egy gazdaságpolitikai helyzet volt, amiről szólam. Jó. De akkor is, hogy mondjam, praktikusan, itt most az egész devizahiteles probléma, ez az, amit egyébként a Fidesz eredetiben is, meg később is ők reált. Nem azt mondom, hogy a szocialista időszakban nem volt ilyen jellegű hitelfelvétel, persze, de rendezett körülmények között, és hogyha ez egy rossz termék lett volna, mint hogy most harsogja a Fidesz, meg Orbán Viktor, akkor mi a francnak vették föl nyakra főre a fideszes önkormányzatok, meg a fideszes prominensek? Hát ugye, ahogy a vízben mondják, pillanatnyilag jó ötletnek tűnt. Hát pillanatnyilag jó ötletnek tűnt, de nem ezekkel kéne egyébként, nem ilyen hazudozása, meg békemenettel, meg ezzel kéne foglalkozni. A kormány miért hallgat, mint nyuszi a fűben a ózdi probléma kapcsán? Minden piti dologra neki volt valami mondata a kormánynak, csak pont az ózdi esetre nincsen egy halvány szava se. Szóval ezek azok a dolgok, amire azt mondjuk, hogy így nem lehet kormányozni egy országot. Na meglátjuk 2014 után, hova fordul az ország szekere. Köszönöm, hogy eljött. Szocialista kormányzásban.